Benjamin Franklin azt mondja, az emberi boldogság ritkán a hatalmas vagyonok gyümölcse, sokkal inkább támad napi apró örömökből. Napi apró örömök. Nekem aztán kijutott belőlük. Mindjárt 30 évesen egyedül élek egy 10. emeleti lyukban. Persze lift az nincs. Egy öreg asszony hagyta rám, miután 7 éven keresztül ápoltam. Másból sem áll az életem, mint hogy rendben tartsam ezt a koszfészket. Persze valaki tenyerén hordoz az élet. Nem mindenkinek kell két keréken kínlódnia. A kiskele minden nap eldöngett mellettem a puccos Audiával. Nyilván a puci a segge alá tolta, hogy ez a majom még életében nem sétált, az biztos. Rohadna le a lába. Ez meg a másik. Kovács izéke. Vásárolni is estében jár. Kétszer még nem láttam ugyanabban. Honnan van ennek ennyi pénze? A haja meg hetente más színű. Ha kihullana, nem lenne vele több baja. És persze a haba tortán. Tele van üvegszilánkkal ez a rohadt környék. Ennyit az apró örömökről. Az Audis majom nyilván épp drága virágot visz valami szőkének, hogy jól megdöngethesse a hátsó ülésen. Én meg... locsolgathatom az öreg asszony rám hagyott virágmagvait, ha már egyszer megígértem neki. Kovács, hogy is hívják ocska, meg mi más csinálna, mint hogy cicomázgatja magát az esti numerára. Annak is csak megszületni volt nehéz. A biciklit meg kinek kell megcsinálnia? Nekem. Benjamin Franklin bekaphatja.